Néha még mi emberek sem ismerjük fel rég nem látott barátainkat, volt osztálytársainkat vagy ismerőseinket. Vannak azonban olyan állatok, akik hosszú évekkel később is emlékeznek gazdájukra, és mikor újra összehozta a sors velük, akkor hihetetlen érzelmes és szívszorító pillanatok születtek. Sziasztok srácok! Én Viccelek vagyok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai videóban. Nem is akarom húzni az időtöket, arra kérek csupán titeket, hogyha tehetitek, azaz be vagytok jelentkezve és nem túl nagy kérés, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot erre a videóra. Már csak azért is, mert ez rengeteget segít az én csatornám életében, én pedig extrém módon hálás leszek nektek. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki ezt megtette. Minden esetre akkor kezdjük is a videót. Állatok, akik hosszú-hosszú évekkel később újra találkoztak gazdájukkal vagy nevelőjükkel. Láttatok már oroszlán és ember közötti barátságot? Nos, az első történet pontosan erről fog szólni. Ez itt Alfonso, aki egy oroszlánt mentett meg kölyök korában, akinek sajnos elpusztultak a szülei. Kiarának nevezte el, és eldöntötte, hogy ő fogja felnevelni az akkor még aprócska állatot. Minden kívánságát leste pici barátjának, játszott vele, tanítgatta, és etette egészen addig, amíg már egészen nagyra megnőtt. Mérete és új igény miatt már nem volt elég az oroszlánnak az a hely, ami Alfonzónál rendelkezésre állt volna, ezért a férfi át kellett, hogy adja az állatot egy erre szakosodott alapítványnak, akik kellő helyet és ingert tudtak biztosítani neki félig a vadonban. 7 hosszú évvel később viszont Alfonzó meglátogatta Kiarát, aki még akkor is tisztán emlékezett megmentőjére, aki felnevelte, és óriási ölelések között köszöntötte a férfit. Amikor a nap végén el kellett volna menni örökbefogadójának, akkor sem akart elengedni az állat rég nem látott barátját, ráakaszkodott és követni akarta volna. Sajnos ez nem volt lehetséges, de Alfonso megígérte Kiarának, hogy ezentúl rendszeresen fogja látogatni, és amikor csak teheti, eljön, hogy együtt játszhassanak. Hey! Remember me? Hey! Linda Köbner egy kutatónő, aki 2 csimpánzt mentett meg egy hepatitis kutatóállomásról, ahol állatokon végeztek kísérleteket az orvosok. Doll és Swing, így nevezte el a 2 csimpánzt, akik addig soha életükben nem látták még a napot sem, nemhogy friss levegőn lettek volna. Borzalmas körülményekben egész életüket bezárva élték le, labori körülmények között, többnyire ketrecekbe zárva, mesterséges, lámpák által nyújtott fényben. Miután a hős nő megmentette őket, szó szerint féltek a való világtól, annyira ismeretlen volt nekik minden, amit láttak. Még a fűre lépni sem mertek, mivel soha életükben nem látták még azt a zöld dolgot azelőtt, sőt, féltek a széltől, a napfénytől. Röviden, ami számunkra a legtermészetesebb dolog, az kettejüknek hihetetlen újdonság és szokatlan körülmény volt. Linda 4 évig élt együtt a csimpánzokkal és mindent megmutatott, valamint megtanított nekik, amik addig kimaradtak életükből, míg végül már teljes értékű, egészséges és boldog életet élhettek az állatok. Ekkor úgy gondolták, hogy visszaengedik őket a szabadba, mégiscsak ott élhetnek ők igazán természetes körülmények között. Majd 25 év múlva Linda visszatért hozzájuk, hogy megnézze, hogy boldogulnak azóta, és ami egészen elképesztő volt az az, hogy mindketten tisztán emlékeztek megmentőjükre, és mondhatni egyben anyjukra 2,5 évtizeddel később is. Hatalmas mosolyal fogadták, és egész nap ölelgették a nőt, amiért új, teljes életet adott nekik. A következő történet olyan lesz, amit minden állattartó félve tud csak elképzelni. Francine a cicus egy napon túrára indult otthonról, és elkezdett az utcákon bolyongani. Egyszer csak meglátott egy mókust, akit annyira el akart kapni, hogy kilométereken keresztül rohant utána, míg végül olyan messzire került otthonától, hogy esélye se volt hazajutni. Mivel azon a környéken még sosem járt, így csak véletlenszerűen sétálgatott, de végül sosem jutott haza. Egészen pontosan
pontosan 1 évig és 47 napig élt az utcákon kóbormacskaként, amikor is a gazdia csupán a véletlen és hatalmas szerencse folytán rátalált. Egy évvel és majdnem 2 hónappal később a macska tökéletesen emlékezett még gazdájára, és amikor a nő Francine nevét kiejtette a száján, azonnal eszeveszett tempóban és boldogan szaladt oda hozzá cicája. Így végül újra egymásra találtak, és azóta is boldogan élnek együtt, viszont most már Francine nyakába raktak egy kis medált, amin a lakhelyük és egy telefonszám áll, ha megint eltűnne és valaki megtalálná. És kacak amúgy, hogyha már itt tartunk, nektek van házi állatotok? Tekerjetek le a kommentekhez és írjátok meg azt, hogy ti milyen állatot tartotok, vagy esetleg milyen állatot szeretnétek tartani, esetemben ez például egy kutyus, méghozzá egy kis golden retriever lenne, csak hát sajnos jelenleg még ezt nem tudom megengedni magamnak, mert valószínűleg nem tudnék rá elég időt szánni, hogy nevelgessem, játsszak vele meg ilyesmi. Úgy írjátok meg kommentekben nektek milyen állatotok van, vagy milyen szeretnétek, és emellé pedig írjátok meg azt is, hogy mit tennétek, hogyha egyszer csak eltűnne, vagy elrabolnák, vagy elszökne, tehát hogy mit tennétek akkor, hogyha mondjuk egy ilyen esetet kéne átélnetek, mint éppenséggel Francine esete. Ezeket írjátok meg, tudjátok, mindig olvasom a kommenteket, mindig tudunk lent beszélgetni, úgyhogy ott találkozunk majd. A legtöbb ember fél a hiénáktól, és az igazság az, hogy a vadonban élő, elszigetelt hiénáktól jobb is tartani a távolságot. Talán hallhattátok már azt a nevetésnek titulált hangot, amit ezek az állatok hallatnak. De hogy pontosan mikor adják ki ezt a hangot? Amikor félnek? Amikor idegesek? Vagy mit jelent pontosan? Agressziót vagy fenyegetést? Nos, egész egyszerűen izgatottságot is jelenthet akár, mint például ebben az esetben, mikor egy hiéna több mint 1 év után találkozik újra a gazdájával. Mennyire boldog, végig nevet, mosolyog, játszadozik, forog, szalad, ugrál. Jó látni, hogy ennyire jól érzik magukat, és tényleg teljesen látványos, mennyire boldogak tudnak lenni az állatok, mikor végre újra találkozhatnak rég nem látott barátjukkal. Elhoztam egy újabb oroszlánt, akinek a neve Jupiter, vagy becenéven, ahogy szólítják, a puszilkodós oroszlán, ami pont arra a szeretetre utal, amelyet gondozója, és mondhatni anyja felé mutat. Jupiternek sajnos nehéz élete volt, gyerekkorától kezdve egy cirkuszban kellett fellépnie, ahol senki sem foglalkozott vele túlságosan, sokszor testi fenyítéssel vették rá mutatványokra, és alig etették. Anna Julia Torres volt a megmentője, aki mire rátalált, már borzasztó állapotban volt, teljesen lefogyott és beteg is lett az állat a fenntarthatatlan cirkuszi bánásmód miatt. Jupiternek megfelelő helyet és gondozást biztosított, valamint még a betegségét is sikerült leküzdeniük, azaz minden egyenesbe jött végül. Sajnos viszont saját házában nem tudja nevelgetni az állatot, emiatt pedig csak évente tudja őt meglátogatni, de akkor az oroszlán mindig nagyon boldog és szívesen töltik együtt idejüket. Ismét egy házi kedvenc, szomorúnak induló, de végül szerencsére jóra forduló történetét mutatom be nektek. Pekita egy szerető család tagja volt, azonban sajnos egy nap az utcára keveredett, és végül teljesen eltűnt. Egy állatmentő csapat talált rá, mikor már napok óta az utcákon élt, és egy menhelyre vitték. 3 éven keresztül senki sem akarta örökbe fogadni, ezért az internetre kezdték kitenni a képeit, amikor felfigyelt rá eredeti családja, és azonnal a menhelyre siet, hogy találkozzanak a rég elszökött kutyájukra hasonlító Ebbel. Mivel 3 éve látták egymást utoljára, ezért Pekita először nem ismerte fel gazdáit, sőt egy kicsit félt is, mivel meg volt szeppenve és egyben izgult is. Azonban, mikor közelebb merészkedett és megszagolta a férfit, akkor jött rá, hogy ez valójában az ő családja. Eljött érte a saját szerető családja, és mostantól 3 hosszú év után végre újra együtt lehetnek. Látszik, mennyire boldog volt, mikor rájött erre, és újra egymásra találtak. Hazavitték végül, és azóta újra együtt élnek boldogan kutyájukkal.
Szonya a Maci története is hasonló, de talán még aranyosabb, mint az előzőek. Még csecsemő korában került emberi gondozás alá, és New Yorkban egy állatmentő alapítványhoz került. Jonathan volt a gondnoka, aki egyszerre volt az apja és legjobb barátja, mivel mindig együtt játszottak, ettek és kirándultak. Idővel az apró mackó felnőtt, és egy hatalmas medve lett belőle. Egy napon pedig Jonathan meglátogatta, sok-sok évvel azután, hogy utoljára látta még gyerekkorában, és bár először be se akarták engedni hozzá, mivel mégiscsak egy kifejlett felnőtt medvéhez akar bemenni, ami igencsak veszélyes, végül, mint kiderült, nem volt veszélyben a férfi, mivel az állat emlékezett legjobb barátjára. Sőt, mi több, Szonya még a kedvenc játékára is emlékezett, amit gyerekként játszottak. Ez pedig az egyik legaranyosabb és leginkább szívhez szóló felvétel, amit valaha láttam. Ha a medve nem emlékezett volna erre a játékra, és egyben barátjára, akkor teljesen biztos, hogy fenyegetettnek érezte volna magát, ahogy a hátán gurítgatja valaki, mivel az állatok leginkább a hasukat védik, és ha az véletlenül védtelen marad, akkor azonnal támadnak. De itt nem volt semmi veszély, egyszerűen csak játszani akart Jonathannal, akivel végül az egész napot eltöltötte. Úgyhogy srácok, ez lett volna a mai videó. Nagyon remélem, hogy élveztétek, hogy így voltak, ezt mindenképpen egy lájkkal tudjátok meg nekem jelezni. Azt kell mondjam, ezek a történetek extrém módon szívmelengetők, meg tényleg így tök jó nézni őket. Leülsz egy kicsikét így morcosan, kicsikét fáradtan, aztán a végére pedig úgy feltöltött, hogy azt kb. Nem is lehet szavakba önteni. Úgyhogy arra gondoltam, skacok, hogy ha érdekelteteket egy második rész, akkor tényleg mindenfajtaképpen nyomjatok egy lájkot, mert 3000 lájk után hozni fogok egy második részt ebből a sorozatból akkor már, és elhozok nektek újabb igaz történeteket, amikor is az állatok újra találkoztak gyerekkori barátjaikkal. Na de köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ma is, kacok, mindenfajtaképpen csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rá, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és így mindenfajtaképpen látni fogjátok a következő izgalmas videókat is. Holnap pedig ismét találkozunk, ahogy tudhatjátok, most 30 napon keresztül, pontosabban november 12-től számítva 30 napon keresztül, minden egyes nap egy új videóval jövök számotokra, úgyhogy gyertek vissza holnap is este 7-kor, addig is további szép estét, és sziasztok!